Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Köszönöm. Közömbösítési reakció. Közömbösítésnek nevezik az olyan kémiai folyamatokat, amelyekben sav és lúg egymásra hatásakor semleges oldat keletkezik. Kísérletünkben híg sósav oldatot készítünk, és megnézzük indikátor hozzáadása után. Picit meghigítjuk az oldatunkat, és hozzáadunk egy-két csepp univerzál indikátort. Ugye a savban a oxonium ionok túlsúlya savas kémhatást okoz. A lúgban, nátriumhidroxid esetén is, és minden lúgban hidroxid ionok vannak túlsúlyban, és megfigyeljük, hogy hidroxid ionok hozzáadása közben mi történik. Tehát először csak néhány cseppet, nem tűnik túlságosan sok változás, bár azért, hogyha megfigyeljük egy kicsikét, már látszik, hogy nem annyira színes az oldat, tehát a benne lévő oxonium ionokat, a hidroxid ionok semlegesítik, egyesül egymással és víz keletkezik, és a vizes oldat kémhatása semleges. Világosodik az oldatunk. Ha ahogyan szaporítjuk a hidroxid ionok mennyiségét, a savban lévő teljes oxonium ionnal vízé egyesül, és a folyamat végére már azt fogjuk tapasztalni, hogy egészen világos, és nyilván a univerzál indikátor színe lúgos közegben kék. Először elérhetjük azt az állapotot, amikor semleges oldatunk lesz. Az univerzál indikátor színe a semleges oldatban egy kicsikét ilyen halvány szöldes. Már a felületén, ahol még nem keveredett el, látszik, hogy már a hidroxid ionok vannak egy-egy picit túlsúlyban, de amikor összekeverjük, akkor még mindig a savas koncentráció okozta oxonium ionok. És ebben az állapotban körülbelül most értük el a semleges tartományt, és ha még egy pici hidroxidot adunk hozzá, azt fogjuk tapasztalni, hogy már megkékül az oldatom, tehát ebben az esetben már a hidroxid ionok kerültek túlsúlyba. Tehát a közömbösítés során az oxonium ionok és a hidroxid ionok reakcióba lépnek egymással. Vízmolekula keletkezik, és természetesen a só mellette, de az nem, most nekünk nem befolyásolja, hiszen egy erős sav és egy erős bázist döntöttünk egymáshoz, és a reakció végére a hidroxid ionok túlsúlya miatt az univerzál indikátor kékes színe jött elő, amely azt jelzi, hogy már lúgos az oldatom. Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!